Itt a Fiesta, végre elkészült, megkapta a nyári intercoolert, minden összeállt, úgyhogy most meg fogjuk mérni gyári állapotban, a gyári teljesítményen, illetve a Revo Stage 1-es tuninggal is megmérjük a fékpadi mérésen, ugye majd grafikonon fogjuk látni, hogy a gyári teljesítmény görbe hogyan alakul, utána átkapcsoljuk és akkor megnézzük, hogy a nagyobb teljesítményen hogy néz ki, illetve amikor kész vagyunk a méréssel, akkor pedig kimegyünk 0-100-at mérni, hogy ez a valóságban mit fog jelenteni. Ahogy ígértem, srácok, megint lekérdeztem pár Ford Mustangot, sajnos megint ilyen képek jöttek elém. Látjátok, ennél egyébként csak kilométerről állás problémát jelez, annak ellenére, hogy kép van a balesetről. Itt látjátok a tevékenységeket, ugye Amerikából jött, karbantartás, stb. Alapadatokról azt itt látjátok, itt van a kép, amit mutattam az elején. Egyébként az autó az így néz ki jelenleg. Aztán lekérdeztem még egy autót, szintén balesetet jelez. Eladás, eladás, jó sokáig árulták. És ez Csehországba került, nem Litvániába. Kilométer órállás, az itt van egy hatalmas ugrás benne, gondolom mérföldátváltás miatt. Ezzel amúgy itt nincs is probléma. Összeg itt most nincs bejegyezve, csak simán annyi, hogy valami történt. Felszereltséget azt látjátok, és itt vannak a képek a kocsiról. Így képről, ahogy látjátok, nem volt törve, illetve nem látszik törésnyom, viszont ez itt egy picit érdekes, hogy került ennyi levél és társai ide az ülésre. Gyanítom, hogy ez egy vízkáros autó, vagy valami hasonló probléma lehet. Ilyen fekete gépjárműből átváltottunk zöldre. Úgyhogy az ilyen kis meglepetések miatt, hogy ez ne történhessen meg vásárlás után, mindenképpen kérdezzétek le még a vásárlás előtt az autótokat, vagy hogyha már megvettétek, legalább legyetek tisztában azzal, hogy mégis milyen autó van a kezetek közt. Jó, tehát ahogy a menetpróbán, majd az utcán fogjuk hallani, a gumiknak a bordázata miatt lesz egy erős hangja, kint utcán, közúton. Ugye a fékpadnak azért, hogy ne csúszson meg a kerék a görgőn, elég erősen be van bordázva, úgyhogy azért is kellett lecsukni a kapukat, mert nagyon hangos lesz. Gyakorlatilag bent itt a helyiségben fájdalom küszöb fölött lesz a hangerő. Nyilván minket itt bent az autóban nem fog zavarni, de kint a szomszédokat, azokat zavarná, úgyhogy hajtok be, és azért van itt telipakolva a műhely ventilátorokkal. Ugye ez a kettő ott szemben az két darab 20 000 köbméteres befúvó. Most van még mellette ugye a másik falon egy, ami kifelé szívja a levegőt az épületből, és még oda van készítve még egy, mert ez az egyedül, ez nem bírja a befújt mennyiséget kivinni. Méréskor ugye az ESP-t azt ki kell kapcsolni, vagy hát a kipörgésgátlót, vagy az ESP-t, attól függ, hogy mit enged az adott autó. Nehogy a mérés során belenyúljon a kipörgésgátló. És ezt totál innen irányítod az egészet? Így van, a tabletről, sőt még az elszívó ventilátort, a kiszívót azt is innen. Az ott az innen látszik. Jaj, látom. Csak hangos, ugye azért, amíg nem muszáj, addig nem kapcsolom be. Most az lesz, hogy beszinkronizáljuk a fordulatszámot. Sőt, először megnézzük, hogy az autó jól helyezkedik el a padon, nem akar odébb mozogni. Jó, a harmadikban fogjuk csinálni a mérést, mert a 100 lóerős állapotban a Fiesta olyan gyenge, mondjuk így, hogy gyenge, hogy negyedikben nem tud leforogni. Tehát az a 10 darab görgő, amit forgatnia kell a motornak, az olyan nehéz, hogy negyedikben 150-nél megáll és nem tud följebb pörögni. Itt összenézem, hogy amit itt kiír fordulatszám, meg a fordulatszámmérő, az passzol-e, ugye 1500 környékén vagyunk. Ha megy, akkor azt mondjuk, hogy jó. És akkor igazából most
csak tisztán a görgőket pörgetjük föl egy inercia mérésnél, ugye a harmadikban. Majd a mérés végén pedig ki kell rakni üresbe, és akkor ahogy a görgők lelassulnak, akkor méri meg a hajtáslánc veszteséget. Nagyjából ennyi. És még így is, ugye most a nagy intercooler ugye tudja hűteni megfelelően a beszívott levegőt, úgyhogy a gyári állapotban is ugye 113 lóerőt mért neki. A nyomaték az ugye gyárilag 170, ugye 179 jött ki belőle maximumra, de ugye egy szép szabályozott nyomaték görbe adódott gyári állapotban. Ez majd kiderül az utcán is, hogy a gyorsulásmérésen hogy teljesít gyári állapotban. A váltó miatt, hogy a váltó nem egy erős szerkezet, a torzulások miatt ugye csak 56,9 lóerő jut magára a kerekekre, miközben a motor teljesítménye ennyi, de a többi az elvész a hajtáson. Ugye szinkronizálni már nem kell, mert ugye nem léptünk ki a mérésből. Jött a 172 lóerő, illetve ugye a 240 Nm. Hát lelkesebben is forgott ki, mint az előbb épp kiküzdötte magából. Az időjárás állomás figyeli azt, hogy mekkora a hőmérséklet a helységben, a páratartalom, illetve a légnyomás, mert nyilván ezekkel az értékekkel korrigálni kell a mért teljesítményt, hogy a szabványos mérés értékre vissza lehessen számolni. Elkészült az RS-nek az átépítése is, amiről talán szó volt a múltkori, vagy egy korábbi részben. Bekerült ugye a szívórendszer, egy Revo Carbon szívócső, nagyobb intercooler, illetve egy sportkatalizátor. Ez a feltétele a Stage 2-es programozásnak, ugye, hogy legyen megfelelő hűtés a motornak, kapjon elég levegőt, illetve hát a kipufogógázok akadálytalanul távozzanak. Ez még mindig büdös. Szóval kapott egy Revo sportlégszűrőt, illetve hát ugye itt van a nagyobb áteresztő képességű szívósor, vagy szívócső, ami sokkal kevésbé korlátozza a levegő beáramlását, mint a gyári. De igazából innen nem látszik a különbség a gyárihoz képest. Jó. És akkor most így, hogy elkészült minden, megmérjük ezt is gyári állapotban, utána a Stage 2-es teljesítményen, és akkor utána ki tudjuk vinni az utcára, hogy az utcán mi valósul meg ebből a teljesítményből.
meg volt a mérés, ugye megmértem Stage 2-be, aztán visszaállítottam, mint utóbb kiderült, Stage 1-re lehet visszaállítani, és így akkor most 429 lóerő volt Stage 2-be, és 377-re jött vissza, ugye a narancsszínű görbe, ami a Stage 1-es teljesítmény. Hát így lehet a kettő között váltani. Tehát ugye van ez a leszköz, ugye a diagcsatiba rádugjuk, egyes állás az a... Ja, tehát már azzal nyomod rá. Hallod a csipogását, most rádod a gyújtást, a motorvezérlővel elkezd beszélgetni, és elvileg most már kész is van. És átállította. Kihúzom. És ilyet csak elvileg átállította a gyári. Megvan. Ez így 11.05. Bocsánat, ez 12.25. (tos) 10.54, de azt lejtősnek írta ki. Meg lehet egy 11.20. Jöjj visszafelé. Ja, na. Akkor most ráteszed a másik progit és megnézzük? Kíváncsi vagyok. Jó. Hát van egy kis különbség. Jó, ez így 8.12. Hangját azért remélem észrevettétek, hogy milyen brutál. 7.65 meg 7.85. Egész jó. Van egy kis különbség. Most már megérdemeljük az ebédet. Emeletleg 1,34%-os volt a lej, de az emelkedő. Jó. Szerintem itt is pont meg lesz váltás előtt amúgy. Most már a végén volt, úgyhogy azért váltottam el, mert óra szerint már meg volt a 200. 96-7. Annyi volt az, de egyébként 11.61.